Igazából vélem most egy vatta zsírú Turtle Beach Elite 800-as 7.1 DTS-nek titulált prémium kategóriás füles tesztelek. Ahhoz töltöttem le most egy előre legyártott és ehhez a játékhoz optimalizált hangfémát. És most ezzel tesztelem a fülest. Na most ez a DTS rendszer egyébként eléggé átbaszós, mert nem, hogy is hívják, nem DTS rendszert fogad, tehát nem fogad hangrendszer DTS, csak Dolby Digitalt. És 7.1-es virtuális DTS-be konvertál föl önmagának, de hát ez a küldetés a szar, úgyhogy ebből kilépünk. Én ezzel nem kínlódok. És ezt próbáljuk igazából tesztelni, hogy mennyire is jó ez a... Most az előbb kipróbáltam Zsám és a Zsáre abszolút hallásos DTS hangrendszerben rögzített koncertfelvételét zenébe. Eddig igazából próbált győzködni engem a füles, hogy ő azt tudja, amit én szeretnék tőle elvárni, de egy ugyanettől a cégtől van nekem egy több mint 6 éves fülesem, a PX5-ös. 5.1-es Dolby Digitált fogad ő is. Ő is teljesen vezetékmentes, mint ez. Igaz, hogy az beletető két töltető szeruzában megy, nem beépített aksiba is. Nem elektromágnesesen tölt, mint ez. Tehát nem tudom, tehát kicsit többet vártam ettől a dolgtól. Eleve úgy kezdődik, hogy nem kezel DTS-t, az már egy nagy hasbarúgás 90 ezer forintért. Mert a Dolby Digitált már az előző is kezelte, ugyanilyen hangminőségben. Ugyanúgy lehetett programozni mindezt, igazából lehet is, nem csak lehetett, lehet is. És itt furcsa, tehát eltelt 6 év és nem nagyon léptünk előre semmit sem. Most az, hogy mindenféle fajta zajszűrő van rajta, régin is volt. Kényelmes viselet, nem nehéz, passza minőségi mikrofon volt, a régén is van. A régi esetleg annyiból gyengébb ehhez képest, hogy a transmitterét, tehát ami ugye adja a jelet a fülesnek, az könnyebben bezabalta bármilyen wifi eszközit a szobában. Tehát mit tudom én, a router közelében nem lehetett tenni, mert akkor recseget ropogott az egész füles. Nem szakadt meg, csak recseget ropogott, tehát bezavart neki. Itt nincsen igazából, nem vettem még észre, hogy már most így kb. 2 méterre van a wifi routertől, nem vettem még észre, hogy bezavart neki, vagy recsegne ropogna. Jó lesz nekünk rekrújtom is, azt kipróbáljuk. Na, szóval a lényeg az egésznek az az, hogy itt úgy van, hogy négy hangsima van, stereo profil van, mozi profil van, zene profil van, játék profil. A játék profilon belül 5 darab programozási lehetőség, tetszőlegesen lehet őket cserélgetni, oda-vissza pakolászni. Cégnek a hivatalos szoftverünk keresztül, vagy egy mobil appon keresztül, mert ez az enyémnél nincsen, ugye mobil appot nem támogat, hanem csak PC-n keresztül, de ugyanúgy lehetett cserégetni az optimalizált hangsémákat egy-egy játékhoz, vagy filmhez, mint olyan. És ez enyémet a nap ide, amikor új volt, én nagyon szépen fölkonfiguráltam, mindenféle fajta hangkörnyezethez megvan a megfelelő hangséma, nagyon szépen szól, a mai napig is hibátlan egyébként. Több száz üzemóra van benne, és imádom. Ugyanannyira kényelmes, ugyanannyira praktikus, tényleg tartós, tehát az is javasoltam barátomnak, hogy ezt a cuccot vegye meg. De itt a DTS az, ami nekem már fáj jobban. És az, hogy ez nem 7.1, tehát ez nem. Tehát ez Dolby Digital 5.1-et konfigurál, konvertál föl 7.1 virtuális DTS-re, ami közel nincs ahhoz igazi valódi DTS-hez. Tehát én itthon DTS 5.1-ben játszom, házi mozi rendszeren keresztül, hát az megbasz mindenkit. Amúgy egyébként szépen szól, tehát nagyon minőségi hangszórók vannak benne, az igazi minőségi hangszórók vannak benne. Nem véletlenül Turtle Beach az egyik vezető hangtechnikai eszközgyártó, főleg játékos, hát a Twitch-nek a hivatalos partnere a Turtle Beach. Mondjuk a Twitch is ugye hát amerikai cég, plusz ugye a Turtle Beach is amerikai cég, de nem vitatom el, tehát tényleg minőségi, igényes. Prémium kategória, ezt a 9000 forintot az elkövetkező 5 évben biztos, hogy meg fogja szolgálni, hibátlanul, tegyük ezt hozzá. Szóval nem rossz, de mondom a DTS-t azt elvártam volna tőle. Most egy kicsit húsba maradok és próbálom. Ha lesz észrevételem, akkor úgyis jelezni fogom. Már is van észrevételem. Az enyém... alapból hangosabb. Hangosabban szól. A max hangerőm van most is, és
nem érzem azt a hú, de mit tudom én mekkora a különbséget a kettő között. Az enyém javára jóval hangosabb, igen. Egészen pontosan ezt így lehet megmondani. Őzikék! Fogd meg! Csibész, fogd meg! Guess Riley was getting hungry. You don't want to eat anything out here, boy. Let's head back and eat some real food. 6-1, sit rep. Just some local wildlife. We're good. Check. We're moving up to RP Silver, copy? Yeah, I'll join you. Meet us at the wall. We're on our way out. Raj. Raj. Tehát néha ezt is vigyük a Roger. Jó van, akkor ők vagytok. Still standing. Jaj, nem tudok fölülni. Jó van. Yo, Sergeant, your area secure? Just about. We need to sweep this side of the wall and we're good. We'll take the left side. Should go quick. Regroup at the gas station. You got it. Itt forgolok, itt a hangokat próbálom magam mögé terelgetni, és arra kíváncsi, mennyire szólt érhangzásban a dolog. A mély az tökéletesen szól. Tehát ténylegesen az a mély morrajláshoz tudsz. Tehát jó, mondjuk ez már az előzőn is megvolt nálam. Csibész. Ha mindjárt beindul a híri, kíváncsi leszek, hogy fog szólni. Halk. Tehát halk. Tényleg halk. Nem szól csúnyán, de halk. Már valamennyire jobban szól. De jó, hogy beleállt, nem? Ügyes vagy. Hát... nem tudom. Rényelhet! Jó hangja volt a robbanásnak, ilyen mély dübörgőt. Buzi vagy! Nem még riadó van, nem érted? Na végre meghalt a fasz. Hát ide, majd én osztom a nép. Mi a fasz? Anyád picsája, hol volt ott gránát sehol? Gyökérjáték. Ott anyád fasz az. De igazából most átváltunk egy másik, nem ez a játékhoz készült hangsémára. Estek le rögtön, köcsögök! Hát nem igaz. Pillanatra nem figyelek oda, és már itt csiskulás van.
Na. Nem. Itt van, Battlefield 1 kampány. Hát itt kell szarul szól. Halo Master Chief Action. Adjuk inkább. Nagyon szarul. Na, a gyári lövöldözős játékokhoz legyártotta, próbáljuk meg. Anyád! Mi van, fal? Még lősz! Itt van, Fuzi! Ki az anyát kostogat már? Fuzi! Fuzi vagytok, menj! Tango Blabo, anyád! Tango Blabo! Kuhame! Megbaszom anyád! Tegnap este jó parti volt! Ne csicska, geci! Még azt mondja, ombre! Menj még onnan lőtt, nem érted? Kik ezek a diggerek? Nem tudom! Tudék! Bum! Oh! Ilyen jó, tehát fasz! Hiba volt! Mit csinálsz? Ki vagy te, pókember? Nem kell futni. Fasz. Farkam végét, vagy nem tudom. Fog egy gránát, izé, bizbasz. Már is fogom főnök. Ez az. Nyugi kutyú, nyugi. Megbasszunk mindenkit. A nőket kétszer. Gyerünk, Rally. Csibész. Csibészeld meg. Nem mered, mi? Ülj be a traktorba. Jó kutya. Jó kutya. Bim! Gyere belé, jó. Gyere! És zoomol ez a rakéta, nem? Na mi van? Kaptunk egy zoomot. Jó, de megjön a helikopter, akkor le fogom szedni. Hogy edd meg a fasz. Le fogsz tetszni, köcsög. Fú, de jó vagy. Nem tudom. Annyira nem jön át nekem ez a történet. Ingyi volt, tesztelésedre. Én ezért 95 nem adnék.